Game, set, match, azaz teniszkupa, ahol ismert emberek mérték össze tudásukat. A mérkőzéseket természetesen mi is figyelemmel kísértük. Én többek között a tenisz szépségéről is kérdeztem a versenyzőket. Május 30-a, csodálatos napsütés, gyönyörű környezet, ideális időjárás a teniszre. Az 1997 óta minden évben megrendezett Regő páros teniszkupán a politikai, a gazdasági élet, a média és a sport ismert egyéniségei mérték össze tudásukat. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a sportolás hozzájáruljon a társadalmi párbeszéd elősegítéséhez, a személyes kapcsolatok kiépítéséhez, félretéve az egymással szembeni politikai nézeteket. A rövid, de ünnepélyes megnyitó után hajrá! Kezdődhetett a játék! A 90-es években, amikor a Harvard Egyetemen voltál, már teniszeztél? Nem, nem. Akkor még nem. Tulajdonképpen a tenisz valójában a kormányba kerülésemmel párhuzamosan jelent meg az életemben, mert Öszödön a nyári szünetben volt lehetőség arra, hogy kitűnő pályák, kitűnő edzők mellett megszerettették a teniszt, és ha nincs Balázs Gyuri, akkor valószínűleg én is abba hagytam volna már a teniszt. Tehát a Balázs Gyurinak az a oktatói, pedagógusi szerepe, amivel egyfajta modellt kínál mindenki számára, alázatot a játék iránt, az belém is belém nem kellett vernie, hanem olyan mintát kínált, amit szívesen követtem. Nehéz volt megtanítani teniszezni Stumpf Istvánt? Stumpf Istvánt? Hát nehéz. Őt is nehéz volt megtanítani, mint mindenkit nagyon nehéz. Ez egy hosszú folyamat, van még a legjobbakat is kell az utolsó pillanatig tanítani. Ha valaki még későn kezdi, meg messziről indul, akkor ez még nagyobb feladat, de nagyon kedves az István tanítani, úgyhogy ez a része jó, de nincs vége, nagyon messze van a vége. Szorgalmas tanítvány volt? Hát amikor, igen, abszolút szorgalmas, amikor az egészség engedi, akkor ő nála nem maradt el edzés, hogyha nem valami külső ok miatt maradt el. A fővédnöknek mi a dolga ezen a társasági tenisztornán, azon kívül, hogy jól érzi magát? Hát őrizze a társaság lelkületét, öntsön bele reményt, hogyha veszítenek, és a hedonizmusnak a zászlóhívője legyen egy ilyen szép napon. Szívesen jönnek, mert azt gondolom, hogy ezek a fajta társasági rendezvények kicsit visszaszorultak, részben a gazdasági válság okán a szponzori pénzek szűkültek be, de láthatóan ez nem egyszerűen csak egy teniszverseny, hanem egy olyan társasági esemény, ahol ott az idejövők jól is érzik egymást. Jól töltik el az időt, este még erre jön egy lapáttal rám, úgyhogy megy a ereszdel a hajamat. Tehát szerintem, és vannak nagy revansra okot adó tényezők, tehát sokan nagyon komolyan szeretnének visszavágni a korábban elszenvedett pályán a vereséget, ha ott meg nem, akkor meg az asztalnál. Egyébként ez nem egy politikai műsor, de nagyon jó szívvel és tényleg örömmel látja az ember azokat a nem csak politikusokat, hanem különféle pártállású teniszezőket, akik a teniszpályán nem érzik a válságot, nem érzik a politikai csatározásokat, hanem tényleg ez egy olyan hely, ahol, hát hogy is mondja, megvalósul a nemzeti egység. Regőczi Attila már 19 évvel ezelőtt kitalálta a nemzeti együttműködés rendszerét, és a tenisz az nagyon sok embert összehoz. Hát én sem a teniszen nőttem fel, mint paraszt gyerek, hanem inkább a futballon, de megpróbáltam megtanulni ezt, és a társasági rendezvények adták azokat a sikerélményeket, úgyhogy a kupákat, amiket összegyűjtök az alkotmánybírói szobámba, azokat mindig jó szívvel nézem, mert emlékeztetnek még azokra az időkre, amikor még gyorsabban értem el a labdát. Remélem, hogy a protézis műtét után vissza tudok jönni a pályára. Never gonna take the pride.
Amikor 1983-ban Göteborgban tizedik lettél a versenyen, akkor már teniszeztél? Ez egy meglepő kérdés. Igen. Egy pár évvel előtte kezdtem el teniszezni. Tudnék, egy nagyon kedves fodrászbarátom, együtt dolgoztunk az akkori Lenin körúton, és ő kezdett el teniszezni a Péter felé, és mondta, nincs kedved lejönni játszani, próbáljuk már ki ezt a sportot. Nem volt abban az időszakban ez nagyon divat, ez a teniszezés. Ez nagyon úri sportnak számított. És te hol gyakoroltál, illetőleg hol gyakorolsz? Nagyon érdekes volt, ahogy elkezdtem ezt a játékot, egy nagyon híres teniszező hölgytől, aki Bárdóczi Klárinak hívták a hölgyet, és ő neki volt egy ilyen két pályája a 13. kerületben, ami ilyen szabadidőparkban volt. És oda le lehetett menni, és ő adott először egy faütőt a kezembe. De a teniszre ugye mindig jut idő. Több mint 10 éve van egy ilyen fix időpont, ez a péntek este 6-tól 8-ig. Ez ilyen szent és érthetetlen, csak akkor nem megyek lejátszani, hogyha külföldön vagyok. Csilla, nem félsz egyedül itt a teniszpályán? Azt értem ez alatt persze, hogy az egyedüli nő. Nem, abszolút nem félek. Már megszoktam, rengetegszer van az, hogy én vagyok egyedül, aki elindul egy ilyen társasági tenisztornán, mint nő. Rutinom van, azt gondolom most már benne. Minek tulajdonítható ez? Szóval most azért nem tudom megérteni, hogy egy ilyen nagyszabású gálán, hogy tényleg egyedül vagy. A nők nagyon szeretnek együtt játszani, viszont nagyon nem szeretik a megmérettetést. És itt most már nagyon vérre megy a játék. Minden játékos küzd, és azért ugye a nők meg félnek ettől, hogy kiálljanak így a pályára. Amikor miniszter úr 1972-ben segédnyomozó volt Zuglóban, akkor már teniszezett? Még nem. Akkor karatéztem és önvédelmi sportokat vívtam, hisz akkor egyértelmű volt, hogy az intézkedések során elsősorban magamra kellett ügyelni, meg a társaimra, nem a pályára. És a tenisz mikor jött az életébe? 1997-ben. Már 50 éves koromban jött a tenisz az életembe, és hát azóta űzöm és szerelmese lettem. Az, hogy 50 éves korában, ez azt jelenti, hogy bármikor el lehet ezt kezdeni, és ez azért mondom, mert Szentgyörgyi Albert például 70 éves korában kezdett sízni, úgyhogy ez egy örök szerelem. Nekem akkor alakult ki, és remélem, hogy hosszú ideig még szerelem marad. Itt a partnerek, állandó partnerek, hiszen ez egy páros játék, páros verseny, vagy pedig miniszter úr váltogatja a partnereket? A partnerek váltogatnak engem általában. Ez sok esetben egyeseknél függött attól, hogy milyen pozícióban vagyok, másoknál meg függött attól, hogy milyen a játéktudásom. Nagyon türelmes és jó idegzetű partnerre van szükségem. Az, hogy én most hangsúlyozottan azt mondom, hogy miniszter úr, ez idáig rendben van. De nem hiszem, hogy a pályán akár az ellenfél, akár a páros játékos úgy szólítaná, hogy miniszter úr. Hogy biztatják egymást? A biztatás általában nem beosztásokhoz kötődik, hanem a társhoz, a kapcsolathoz. Nyilván, hogy keresztnéven szólítjuk egymást, és ennek megfelelően szoktuk biztatni, sőt, esetenként korholni egymást. Egy miniszternél lehet azt mondani, hogy ex-miniszter, de egy vérbeli teniszjátékosnál nem lehet azt mondani, hogy ex-teniszjátékos, igaz? Ez így van, és nagyon örülök. Én azt látom itt is ide eljött versenyzők között, hogy az életkor az nagyon széles. Szerintem nincs még olyan sportág, ahol ilyen baráti versenyre a 17-től a 80 fölöttiek is eljönnek, és jól érzik magukat, és szeretnek együtt lenni. Ez azt gondolom, hogy ennél jobb nincs is. És amikor miniszter úr nem ex-miniszter volt, hanem miniszter, akkor is teniszezett? Érdekes módon nagyon hosszú ideig nem teniszeztem, mert azt mondtam, mert ez volt a híre, hogy egy ilyen versenyen több dől el, mint egy kormányülésen. Hát persze még az a szerencse, most ilyen értelemben, hogy odáig azért nem fog eljutni a dolog, hogyha például egy törvényjavaslatot meg kell szavazni, akkor az győz, aki a teniszpályán is. Hát az az igazság, hogy aki meg akarja szavazni, az nagyon sokszor szeretne a teniszpályán is győzni, de hála Istennek nem így van. Az ember azt hinné, hogy a futballpályán könnyebb megsérülni, mint a teniszpályán. A sérülést hol szerezted? Természetesen teniszpályán. Az elmúlt héten ugye rosszabb idő volt, bementünk egy csarnokba, és hát a rekordtán nem bírja az agyon műtött térdem, úgyhogy most ma emiatt kell pihennem.
De az agyonműtött térded az nem a teniszpályán kezdődött agyonműtődni, hanem nyilván korábban. Igen, tehát az a 11 néhány év, amit a nagyobbik pályán töltöttem, az sajnos olyan igénybevételeket eredményezett, ami a végén, hát ugye 10-20 évvel később természetesen hatványozottan jelentkezik. A teniszbe mikor szerettél bele? Hát nézd, az adódik egyébként ez a labdarúgás utáni levezetéshez való kapcsolódás, mert hogy a nagypályát már nem bírjuk, nem szeretnénk ütközni, és a tenisz pont egy olyan játék, hogy olyan ellenféle játsszuk, aki éppen a legalkalmasabb, tehát ugyanabban a ritmusban, ugyanabban a tudásszintben próbáljuk tartani az ellenfeleket, és így élvezetessé is válhat. Akkor most vegyük úgy, hogy a kispadon ülsz, mint edző, a párod viszont játszik a teniszpályán, innen, így azért így virtuálisan adhatnál neki néhány tanácsot. Nem itt a legfontosabb az, hogy most döbbentem rá, hogy a Sallai Sanyit én motiválom, mert olyan hanyagul játszik, hogy borzalom. Vajon a teniszpályán a 60-szoros válogatott futballistának eszébe jut még a futball? Igen, hát köszönöm szépen a segítséget. Egyébként annál is inkább most innen egyből focizni megyek, úgyhogy kötelező. Azt szokták mondani az asztali teniszezőknek, hogy nem lehet teniszezni is, meg pingpongozni is, mert az egyik a kart veszi igénybe, a másik pedig a csuklót. Na most a tenisz és a futball hogy fér meg egymás mellett, nem ifjúsági korban? Szerintem abszolút jól, és minden focista szerintem imád teniszezni, és az egy levezető sportágnak azért jó szerintem, mert ugye ebben a korosztályban is meg lehet találni a megfelelő ellenfelet, és lehet élvezni a játékot. A meleg tengeri délvidéki szigeteken van egy olyan köszönés, hogy aloha, nem idegen? Nem, ez cégünk neve is, bár nem a szörfözésről kapta a nevét, hanem a első számítógépes protokollt nevezték el annak idején az amerikaiak alohának, és innen származik cégünk neve. Akkor beszéljünk a teniszről. Ahogy nézem, termetileg megvan a tenisz, és megy is? Hát szeretném azt mondani, hogy igen, de sok gyakorolni való van még. Az elmúlt néhány hónapban sikerült egy-két dolgot megtanulni avatott mesterektől, de most itt a pályán állva azért elvált az, hogy kinek milyen rutinja van, és az éveket azért itt sem lehet pótolni. Satszolhatok? 198? Kettő. 192, hát ez akkor is kosaras alkat. Volt is kosárlabda a múltamban, egy sérülés vette el azt az életemet, még az egyetem végén. De a sport szeretete továbbra is megmaradt, és érdekes módon a rossz térd ellenére a tenisz megy. Annak idején volt, és még ma is nagyon sokszor játsszák a rádiók, azt a dalt, amit Cserháti Zsuzsa és Charlie énekelt, és az volt, hogy SPS, száguldás Porsche szerelem. Száguld a Porsche? Hát attól függ. Ha az autóeladásokat nézzük, akkor igen. És a teniszpályán? Teniszpályán, ha most én képviseltem a céget, akkor lehetne ennél jobb képviselő is, de igyekszünk helytállni. Ez a fajta tenisz, amire azt mondják, hogy társasági tenisz, én nem hiszem, hogy ez, hogy társasági tenisz, fedi azt a valóságot, ami itt van. Ez valahogy több annál, ugye? Hát igen, ez már hagyományosan csináljuk ezt a május végi tenisztornát, és azt hiszem, hogy minden évben nagyon kellemes társaság gyűlik össze. A társaság gondolom visszatérő is, és olyanok is vannak, akikkel esetleg évekig nem találkoztok, és itt igen. Hát igen, van sok visszatérő, de örvendetesen látom ma, hogy elég sok az ismeretlen, és a fiatal korosztály is. Hát nem hal ki a tenisz. Milyen a pár? A pár nagyon jó, 19. verseny, és én most már 17-szer játszom vele, úgyhogy sikert sikerre aratunk. Mennyi időtök van edzést tartani, vagy egyáltalán teniszezni? Hát azért van idő, mert ugye azért egy héten háromszor játszom, igazából csak páros, most már szinglit nem nagyon, de párosban azért egy héten háromszor tudok küzdeni. Azt tudom, nagykövet úr, hogy az űrhajósok rendeztek nemzetközi tenisztornákat, annak idején Moszkvában és máshol is. A nagyköveteknek nem volt annak idején valamilyen közös teniszélményük? De mindig a nagykövetek azok szeretnek ezzel büszkékedni, hogy mindig van egy ilyen diplomata teniszverseny, és ezen lelkesen elindulnak a legtöbbször, azonban ez a korosztály, ez már nem szerepel a legjobban. Az idősebb korosztály. Fiatalabb diplomaták azok meg élvezkednek a tenisz szépségeiben, de igazán ez nem a nagy gyakorlat. Magyarországon nem is tudom, hogy szoktak-e csinálni diplomáciai testület részéről teniszversenyt. És amikor nagykövet úr volt ilyenen, az hol volt, merre volt?
Olyan rendszeresen jártam Bonnban is, meg Berlinben is voltak teniszversenyek, ott gyakorlat volt ez inkább, mint manapság, hogy tudom, és Bécsben is jártam elég sokat teniszezni. Hát ez könnyű, mert nagykövet úr német nyelvterületen dolgozott, úgyhogy direkt nem akartam Rómát kérdezni, vagy New Yorkot, de hát ezek nemzetközi versenyek voltak nyilván. Nemzetközi versenyek, igen, és először az első posztom egyébként Hágában volt, Hágában pedig kifejezetten nagy tenisz élet volt, mert ott egy csomó volt holland gyarmat, mint az indonézek például, azok lelkesen szervezték mindig a teniszversenyeket. A nagyköveti posztról nyugdíjba lehet menni, de azt hiszem, hogy a teniszpályáról nem. Hát ameddig lehet mozgok és mozogni tudok, addig biztos, hogy megmaradok a tenisz szereteténél és gyakorlatánál. Mit nehezebb? Átvenni a stafétabotot, vagy átadni a stafétabotot? 24 és fél év után nagyon-nagyon nehéz átadni, és átvenni is nehéz, hiszen itt azért egy megszokott erék, csak azt mondom, hogy a mai 32 párnak a 70%-a legalább 10 versenyen játszott. Tehát ez egy összeszokott csapat, nagyon sok baráttal, versenyzővel, újságíróval, szponzorral, tehát nehéz is bekerülni, de aki ügyes, és aki odafigyel mindenkire, és ez a legnagyobb történet ennek az egész átadásnak, az meg tudja oldani. Nehezebb összeszedni a támogatókat, vagy pedig vannak most is olyanok, akik szívvel, lélekkel szinte önként jönnek? Nekem talán szerencsém van, és megint csak az elmúlt 20-valahány évre hivatkozok, amik talán bizonyították a szponzorok felé is, hogy talán érdemes a Regő Kft-vel dolgozni. Hát én nagyon kívánom az új tulajdonos úrnak, Megai Robertnek, hogy legalább olyan sikeres, de inkább egy kicsit sikeresebb legyen nála. Hogy megy a tenisz? 17 ezüstérem után a 19-et talán illene meg nyernem, annak ellenére, hogy ilyen partnereim voltak. Taróci Balázs, Markovics László, Balázs György, Szilvási György, és a többiekről nem is beszélve, szeretnék nyerni. Azért kérdezem ezt a főszervezőtől, hogy vajon hány szervezőre van ahhoz szükség, hogy a főszervező nyugodtan meg tudjon főszervezni egy ilyen versenyt? Nincs annyi szervező segéd a világon, megmondom őszintén. Ezen a héten szerdán még én is meglehetősen ideges voltam, mert a meteorológusok nem az én szájam ízemnek megfelelően találták el az időjárást, azonban tegnap délutánra már egy picit megnyugodtam, ma meg mindenki láthatja, hogy milyen gyönyörű, csodálatos napon, milyen szép versenyben van részünk. Új vagy a csapat élén? A csapat élén vagyok valóban, ez tény és való, ellenben nekem van a legjobb edzőm, Regőci Attila, és azt remélem, hogy még egy pár évig nagyon, nagyon szorosan mellettem lesz, és fog segíteni a tanácsaival. Amikor átvetted tőle a stafétabotot, akkor valamilyen új elképzelésekkel is jöttél. Nyilván vannak új elképzeléseim is, azonban azt látni kell, hogy ez egy viszonylag tág, nagy létszámú, de baráti kör. A szépségipar és a tenisz jól megfér egymás mellett? Hát abszolút, hiszen én itt vagyok, és a szépségiparban dolgozom, és egy teniszversenyen háziasszonykodom, mindenképpen. Amikor felkértek arra, hogy háziasszony legyél, akkor tudták, hogy nem tudsz teniszezni? Hát ezt nem árultam el, és nem volt alapfeltétel szerencsére, de tettem egy ígéretet, hogy 5 éven belül megtanulok. Hogyha valaki egy személyben versenybíró és versenyigazgató, akkor az egyik nem mehet a másik rovására, szóval pártatlan a versenybíró, akkor is a versenyigazgató? Igen, pártatlannak kell lennie természetesen, és ezt még megfejeljük azzal is, hogy hát előfordult már a verseny történetében, hogy a versenyigazgatónak játszania is kellett. Ez most is előfordul, és a játék közben is természetesen pártatlan. Sok versenyt igazgattál már? Igen, hát 99 óta dolgozunk együtt Regőci Attilával a teniszversenyeken, a Valentin napi teniszversenyeken is, és ezeken a Regő kupákon is. A játékosok az egész napi sportolás mellett különleges pálinka és csabai kolbász kóstolás, valamint játékos bor illat aroma felismerés részesei is lehettek, és még kártyaparti is volt.
Az egésznapos versengést jótékonysági gála követte nagyszerű műsorral, tombolával. A tombola sorsolás és a bor árverés bevételét a Magyar-Afrikai Társaság számára ajánlották fel. A döntőt az idén is a Regőci Attila, Gyabronka Bence, valamint a Justin István, Nagy Iványi Tamás páros vívta. Az utóbbi kettős nyert, csak úgy, mint az elmúlt két esztendőben. Szóval ez a harmadik győzelem, akkor itt valami titok lehet. Mi a titok? Nagyon összeszokott páros vagyunk, és nem csak a teniszben, hanem az emberi oldalról is, úgyhogy nagyon szeretünk együtt teniszezni, ismerjük egymás szokásait, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a titok. Ez az egyik háttér, mi a másik? Hát a másik meg azért a tenisz szeretete, és hosszú-hosszú évek után együtt játszunk, ő jobbkezes, én balkezes, és ez nagyon fontos a teniszben. 7 mérkőzést játszottunk, és a nap végére nagyon elfáradunk. Ugye itt egyrészt fizikai teljesítmény van, másrészt meg szellemi is, tehát idegileg is azért ott kell lenni. Úgyhogy nem egyszerű, és tényleg nekünk is voltak nehéz pillanataink. Mit szólnak a versenytársak ahhoz, hogy már a harmadik versenyt zsinórban megnyeritek? Hallottunk már negatív véleményeket is, hogy jövőre már nem szeretnének itt látni minket, de mi, ha meghívnak, akkor itt leszünk a 20-on is. Mi már sokadik alkalommal szponzoráljuk a Regő kupát, és az egyik fő indok, ami miatt a szponzoráció mellett döntünk, az, hogy ez a rendezvény annak ellenére, hogy évente ismétlődik, és szinte ugyanazok a játékosok vesznek részt, mindig tud újat mutatni számunkra. Mindig tud új meglepetéseket okozni, és egy fantasztikus este kerekedik minden alkalommal a díjkiosztó gálából. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan színvonalas rendezvény, hogy igen nehéz felülmúlni. Milyen volt a verseny? Ez volt a 19. Igen, és nagyon örültem neki, bár az Attila ennek nem fog örülni, hogy a régi sporttársam, a Tamás, aki megnyerte a versenyt, hogy tényleg ő lett a legjobb. Miért szereted ezeket a rendezvényeket? Hát igazából sok barátot lehet megismerni, jó embereket, és úgy az egész olyan bulis, ahogy ezt a fiatalok szokták mondani. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi fért a mai Nagykörút adásába. Legközelebb szokás szerint egy hét múlva ugyanebben az időben ismét jelentkezünk. Addig is minden jót. A viszontlátásra, a viszonthallásra.